Némi adminisztráció, egy gyors vérvétel, és már is elfoglalhatja a helyét a véradó a nyugágyhoz hasonló széken. A 4,5 deciliter vér kevesebb, mint 10 perc alatt megtölti a speciális tasakot. A Vöröskereszt rendszeresen hirdet véradónapokat. Mellettük a civil közösségi szolgáltató központ is igyekszik mozgósítani a véradókat. A hétfői már a 8. ilyen rendezvényük volt. Azt gondolom, hogy a önkéntesség, a közösségért való cselekvésnek szép példája a véradás. Azért szép példa, mert ahogy mondani szoktuk, adj vért és ments meg 3 életet. Azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mekkora jelentősége van a vérellátásnak. És az önzetlenség, a közösségért való tételnek egy nagyon szép példája az, hogy olyan embereknek ajánljuk fel a vérünket, akiket nem is ismerünk. Szerintem mindenkinek van a családjában olyan eset, amikor szüksége volt valakinek egy életmentő műtét kapcsán, mondjuk vérre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos Magyarország stabil vérellátása, és ha ezzel a nappal a civil közösségek tudnak ezért tenni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és szép cél, és örülök, hogy a miniszterelnökség ezt elindította, és mi megyei szervezet ehhez tudtunk csatlakozni. Mivel vérre folyamatosan szükség van, a már aktívak mellé a fiatalokat is igyekeznek bevonni a véradók közé. A Vöröskereszt nagyon sokat tesz azért, hogy megszólítsa a donorokat, főleg a fiatalokat, úgyhogy szeretjük, hogyha jönnek a fiatalok, és ezért mi teszünk is. Többször részt veszünk iskolai véradásokon, egyetemi véradásokon, most március hónapban is lesz 3 napunk a 2 egyetemen. Emellett egyéb akciókkal is igyekszik felhívni a Vöröskereszt a figyelmet a véradás fontosságára.